olyan kuper munkát végeztek, hogy összedőlt volna a tető, amit előtte zsírújjal megcsináltak. Akkor beszakadt a pincefödém. Kijött, azt mondta, meg... jól van, az úgy majd meg lesz csinálva, így meg úgy kell megcsinálni. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Elég nehéz volt összehozni ezt a videó beszélgetést, mert sajnos itt én is bénáztam a technikával, de úgy tűnik, hogy most itt minden nagyon pöpec. Szóval, miért kértétek, hogy beszélgessünk? Mi volt a kiinduló apropó? 2018-ban vettünk itt Külszegen egy több mint 100 éves házat, ami több ütemben épült, az utcafronti rész után hátrafelé még két ütemben építettek hozzá. Ilyen zárt sorú beépítés, kapuszín, keskeny telek, keskeny viszont hosszú telek. Azzal tisztában voltunk, hogy teljes felújításra szorul a ház, és hát boldog sikkantással bele is ugrottunk a munkálatokba. Egy hát szegről végről ismerősünket bíztuk meg a tervezéssel, aki 2019-re készítette el a terveket, felméréseket, illetve akkorra kaptuk meg az összes engedélyt. De igazából emiatt még nem beszélgettünk. Nem beszélgetnénk. Mi volt az a fordulópont, amikor úgy gondoltátok, hogy beszélgetni kellene? A levonuló Ács brigád olyan állapotokat hagyott maga után, ami még laikus szemmel is szemet szúrt. És a Covid miatt az hozzátartozik a történethez, hogy abban maradtak a munkálatok körülbelül két évre a Covid időszak alatt, és akkor 22-ben kerestük meg újra az építést, aki a művezető, illetve építés vezetői dolgokat is vállalta, hogy hát szeretnénk folytatni, és akkor ugye közösen bejártuk az addig elhagyatott, félbehagyott építkezést, és... De a tető már kész volt. Hát a tető, igen, és a födém az készen volt, de gyakorlatilag semmi más nem. És akkor derült ki számára, hogy sok sebből vérzik a történet, tehát olyan munkát végeztek. Igen, tehát akkor gyakorlatilag volt egy tervezőtök, aki vállalt tervező művezetést is, de tulajdonképpen a Covid miatt igazából, vagy amiatt is, ugye egy kicsit későn szembesült itt a bajokkal. Magyarul egy nagyon durván elrontott tető készült, erről ugye én kaptam képeket is, és hát úgy gondoltam, hogy itt erről érdemes beszélni. Talán a történet szempontjából fontos, hogy akkor ti próbáltátok ezt az áccsal helyrehozatni, hogy hozza helyre? Végül nem ők lettek visszahívva, hanem egy másik csapat javította ki az ő gányolásukat. Mert a tervező azt mondta, hogy nem hajlandó együtt dolgozni ezekkel az kóklerek, és hogy inkább beszéljünk mással, ennyi. Vissza lett hívva a srác, azt mondta, hogy igazából ez semmi probléma, viszont azt mondták, hogy ez összedőlt volna, hogyha ezeket egy-két csavart nem húznak meg hogyha az erősítéseket nem rakják bele. Ennyi, úgyhogy olyan kuper munkát végeztek, hogy összedőlt volna a tető, amit előtte zsírújjal megcsináltak, szóval ez egy kicsit olyan... Igen, és hát ti, mint laikusok vagytok ebbe a történetbe, de gyakorlatilag olyannak ítélte meg az építész, aki itt ugye tervezői művezetést is csinált, hogy igazából ő nem akart velük dolgozni. Igen. Hát azért igen. Ez egy... És az úgymond saját embereit. Igen, hozta. Akiket ő ajánlott. Hát azért ez egy elég durva dolog. Nektek mennyibe került ezt a tetőt végül aztán helyre pofozni? Hát ilyen milliós nagyságrend, ilyen 2-3 millió között volt csak a tető. Anyagköltség meg a munkadíjjal együtt körülbelül olyan 2-3 millió forint volt. Azért az egy nagyon ilyen komoly erősítéseket bele kellett. Vasalatot megcsinálni, direkt egyedire szabott dolgokat legyártatni, és azokat összecsavarozni, úgyhogy visszahúzatni a tetőt, Mekkora tetőről beszélünk? 120 négyzetméter van. Hát elég nagy. Nagyon nagy. Utcafront, ugye, és akkor arra egy merőleges. Szóval ez ilyen T-alakú tető, hátrafelé egy olyan 120-130 négyzetméter, annál
mondjuk annál nagyobb. Jó, hát ez egy adat, ezzel már így tudunk mit kezdeni, ez nyilván nem kicsi, nem is óriási, de mondjuk erre vonatkoztatva 3 millió forint azért az egy komoly összeg. És most ezzel az állapottal az építész meg van elégedve? Igazából nem nagyon találkozunk vele, mert csak a köművesével beszélget, minket nem tájékoztatott semmiről már fél éve körülbelül. A 2019 óta nincs vezetve az elnapló. Tehát több mint egy év alatt, ami munkálatok zajlottak, annak gyakorlatilag semmi nyoma nincsen. Igen. És gyakorlatilag akkor a ti építészetek az pontosan mivel van megbízva? Ő tervezői művezető, vagy felelős műszaki vezető, vagy műszaki ellenőr? Kérlek szépen, itt egy számla a kezemben 300 ezer forintról, 2022. 6. hó, akkor indult újra ugye a folytatás. A közösségi szám alatti lakóépület építési munkáinak a műszaki ellenőrzése első rész. Akkor nektek műszaki ellenőrötök van, és egy éve nem volt ott. Hát azért ez nagyon durva, mert akkor... Nem tudjuk. Volt ott, csak mi nem tudtunk róla, mert csak a kövüvessel beszél, minket se. Én a kövüvestől tudtam meg, hogy ja, itt voltam a tervező. Ja, ezt meg ezt mondta, hogy csinálj. Ezt építési naplózni kell, illetve felétek kell neki riportoznia, hogy akkor itt mi történt, vagy hogy nem történt. Nem, semmi. Hát én azért javasolnám, hogy itt őt írásba akár az építési napló útján föl kéne szólítani, de akár egy levélben is, hogy tegyen valamit. Most hogy áll ez az építkezés egyébként? Egyéb bonyodalom is volt, amikor az utcafronti részen a régi hajópadlót felszedték, akkor beszakadt a pince födém. Amit a statikus annyira... előtte ugye megnézett. És igen, tehát többször is járt kint statikus az elején is, menet közben is, és gyakorlatilag teljesen korodálva voltak a vas tartó elemek. Beszakadt az egész, és ez gyakorlatilag több mint 50 centis falat is magával vitt, tehát mi vissza kellett bontani teljesen, alakozni, vissza építeni. És akkor, amikor ez a bizonyos födénbeszakadás volt, előtte közben ott járt a műszaki ellenőr, vagy a tervező, vagy ő nem foglalkozott annyira vele? Kijött, azt mondta, meg... jól van, az úgy majd igen. Meg lesz csinálva, így meg úgy kell megcsinálni, és akkor csak mentek a milliók, folytak a pénzek. Neki az nem számít, mert ugye ő tele van pénzzel, nekünk azért számítana, mert azért mi nem vagyunk annyira eleresztve. De azért ilyen dolgokat az elején már meg kellett volna mondani a szerintem a statikusnak, hogy figyelj, ezzel ez meg ez történhet. Azt mondta, hogy hát csak óvatosan kell bontani, és akkor rendben lesz. Meg hogy vastag, kellőképpen vastag a fal, ugye vegyes falazat, termiskő és tégla. És én erre konkrétan emlékszem, egyszer rá is kérdeztem, amikor elkezdtük leverni a vakolatot, akkor helyenként így kézzel ki tudtam mozgatni a termésküveket. És azt mondta, hogy jó, hát óvatosan, jó vastag fal elbírja. Jól van az úgy. Igen, hát akkor úgy látszik, mégse bírtál. És gyakorlatilag most ti úgy finanszírozzátok az építkezést, hogy az adott vállalkozó, aki jön, azzal elszámoltok, annak fizettek. Ki ellenőrzi azt, hogy megfelelő a munka minősége? Hát az építész. Ő ki szokott menni, csak mondom, velünk nem tárgyal, minket nem értesít soha. Aha. Mindig a... De akkor honnan tudjátok, hogy jó a munka, ami elkészült? Ezt mondja a srác, aki ott dolgozik, hogy jó. Ennyi. Valójában nem tudjuk. Minket nem tájékoztat. Hát azért ez nagyon érdekes, ennek mindenképpen utána kellene menni, mert nehogy aztán itt ebből megint valami probléma legyen. És végül is azzal a pénzösszeggel, amit ti a tetőre, a javításra rá kellett költsetek, mert ugye itt ez a legfontosabb része a történetnek, hogy ezt várhatjátok ti bárkitől is, hogy megtéríti, akár az eredeti ács, a műszaki ellenőr, vagy bárki? Hát én fogadtam egy ügyvédet, én beperelek mindenkit, szóval most már elindult az egész sztori. Kezdődött most az önkormányzattal, mert ők meg beáztatták a házat, már 10 éve ázik a fal, mert a járdát rosszul tervezték meg, azt múlt héten csinálták meg, egy év után ügyvédi felszólításra, áztak a falak, úgyhogy... Hát valószínűleg egyébként a pincsefödém is ennek vált áldozatává.
hogy ott hosszú órák során egy-egy nagyobb eső alkalmával gyakorlatilag keresztül folyt az egész kapuszínen a víz. Értem. És hát akkor megint csak az a kérdés, hogy akkor ezeket a károkat ti kint gondoljátok, vagy kint tervezitek bevasalni? Vagy erre milyen nyilatkozatot tett akár az építész, vagy a kivitelező? Igazából úgy gondolom, hogy az eredeti ács brigádon kellene ezt valahogy számon kérni. A tetőrészt? Igen, abszolút. És ha jól tudom, akkor velük volt megfelelő szerződés minden? Igen. És ez egy működő cég továbbra is, vagy működő vállalkozás? Igen. Igen, tehát egy felszólításra gondoltunk első körben. Aha. És korábban jeleztétek feléjük, hogy itt van nektek igényetek ezzel a munkával én kapcsolatban? Írtam neki egy e-mailt, hogy nem én fogom kifizetni azt, amit ők eltoltak. Elég keményre vettem, de hát nem igazán érdekelt, mert már felhúzta az agyamat mindenkibe. Minden szaki kókler tisztelet a kivételnek. Egyszerűen olyan szinten beletolnak az egészbe, hogy Én fogtam, és erre mit reagált? És erre mit reagált? Erre mit reagált az illető? Semmit. De akkor nem hivatalos... Nem. Akkor hivatalos levelet még nem küldtél neki ebbe a témába. Nem, majd azt is kap. Bár mondjuk nyilván az e-mail is hivatalos egyébként. Aha. Ja, hát igen, ez elég nehéz ügy, amikor tulajdonképpen, hát sajnos a műszaki ellenőrzők is úgymond nem eléggé állt a sarkára, és nem eléggé volt mellettek, én úgy érzem legalábbis. Szerintetek ő hajlandó lenne erről velem beszélni, erről a dologról? Hát reméljük. Szerintem igen. Én hát akkor megkérném, hogy meg küldjétek az elérhetőségét, mert azért én egy pár szót mindenképpen beszélnék vele erről, hogy ő erről mit gondol. És az eredeti tervekhez képest, vagy hát amit meg szerettetek volna valósítani, tetőtér beépítést, azzal most hogy álltok egyébként? Hát gyűjtjük a pénzt, mert ugye az utómunkálatokra, vagy hogy helyrehozzák a hibákat, arról nagyon-nagyon sok pénz elment, szóval ilyen 10 milliós nagyságrendekről beszélek. Hogyha a statikus az elején nem rontotta volna el, ugye a statikus kézzel fogva járt a tervezőnkkel, meg a felelős műszaki ellenőrrel. Kézzel fogva jártak, mind a ketten rábólintottak, igen, ez így szuper, úgyhogy most miattuk visszük ennek a levét, úgyhogy. Aha. És hogy látod, hogy még mennyi hiányzik a befejezéshez, pénzbe vagy időbe? Hát nem tudom. Az idő is egy érdekes kérdés most a történetben, ugyanis a kőművesünk olyan, mint a magyar népmese, de hol volt, hol nem volt. Tehát hetekre, hónapokra eltünedezik, és gyakorlatilag úgy készül minden, mint a luca széke. Gyakorlatilag nem tervezhető a dolog. Nem, abszolút nem tervezhető. Nagyon jól dolgozik, de olyan lassú, hogy... Nagyon. És hát egy fenékkel szeretne több lovat megülni. És óravérben van. Igen. Ez itt a gond. Hát ez mondjuk a mi ügyességünk, hogy ebbe belementünk. Igazából elég sok minden elkészült azóta, tehát például a beton lépcső már nem kell létrázni a tetőtérbe. Az ajzat, betonozás megvan mindenhol. Le lettek szigetelve a falak. Ugye, hogyha már vissza kellett bontani, minden nagyon szerintünk jól lett helyreállítva, és visszaépítve. Hát most jönnének a nagyobb munkálatok, nagyobb lélegzetvételű munkálatok, a villanyszerelés, a fűtés, vízszerelés, nyilászárókat kell még kicserélni. Hát akkor... Tetőtérbe válaszfalakat, tehát igazából ezek még mind hátra vannak. Akkor még azért lesz mit csinálni, és nyilván itt költségek is vannak. Igen, hát tulajdonképpen, ahogy így hallgatlak benneteket, úgy érzem, hogy itt valamilyen szinten már az előkészítésben is nagyon komoly mellésiklások voltak, hogyha ugye a Covid alatt úgy maradt félbe a dolog, hogy tulajdonképpen a műszaki ellenőr nem volt tisztában azzal, hogy nem jó
az, ami elkészült, és titeket nem tájékoztattak. Igen, hát ez nem egy egyszerű eset. Én mindenképpen szeretnék beszélni majd a műszaki ellenőről, egy-két kérdést neki is mindenképpen föltennék. Amit még tőletek kérnék, hogy a mostani állapotról majd küldjetek el további képeket. Ugye a rossz tetőről láttam, az ugye tényleg nagyon durva volt, ezeket majd itt be fogjuk tenni a beszélgetés alatt. És akkor azt kérném, hogy kérlek, akkor a mostani végső állapotról küldjetek fényképeket. Most van-e még olyan fontos dolog, ami közben történt, és én nem kérdeztem rá, és ti szívesen elmondanátok? Szerintem elég jól megbeszéltünk mindent. Igen. Mi az, amit most másképp csinálnátok? Tehát visszamegyünk időbe oda, hogy kigondoljátok, hogy építkezni szeretnétek, vagy tetőtérbeépítést csinálni, és mi az a dolog, amit onnantól kezdve máshogy folytatnátok a dolgot. Másik tervező, nem órabérben, hanem előre lefixált összegben szeretnénk dolgoztatni. Én innentől kezdve mindent így fogunk csinálni, szóval nincs, hogy órabérben dolgozik valaki, mert ez a legnagyobb hülyeség szerintem a mostani világban. Meg nem dőlünk be mindennek, illetve nem hiszünk el mindent csak azért, mert mondjuk a tervező mondta, vagy mert a statikus mondta, és tényleg mindent, minden, és sokkal-sokkal előbb a sarkunkra kellett volna állni, és kinyitni a szánkat, hogy tényleg érdemben történjen előlépés. Tehát mi túl sokáig nagyon túlságosan jó hiszeműek voltunk, úgy gondolom. Tehát, hittetek az álmaitokba, hogy az úgy megvalósul. Meg az emberekben. Meg az emberekben. Igen, hát az éberség az egy nagyon, nagyon fontos dolog. Valami még eszembe jutott, de most hirtelen nem jut eszembe. Szerintem ez egy nagyon jó zárszó tudna lenni. Én köszönöm, hogy ezt elmondtátok, és bízom benne, hogy ez tanulságos lesz és hasznos lesz. És ez hogy bírja a kapcsolatotok? Mert azért 2019-ben kezdődött a dolog, azóta eltelt 5 év, a ház nincs kész. Hát, voltak hullámvölgyek, tehát mi most egy pici lakásba élünk azóta összezsúfolódva. Hát néha egymás idegeire megyünk, de azért túllendülünk rajta. Nem. Na, szuperek vagytok. Ez a lényeg, hogy támogassátok egymást. Melyikőtök az, amelyik hamarabb, úgymond, összeszokott menni, és jobban fel kell őt húzni? Vagy az így váltakozik? Változó szerintem, igen. Váltjuk egymást. Uh-huh. Oké. Okay. Jó. Hát akkor ezt kívánom nektek, hogy támogassátok egymást ebbe a dologba, ne hagyjátok magatokat, várom a képeket, köszönöm a beszélgetést. Mi köszönjük. Építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart.